Juhász Ferenc munkássága volt a téma február 7-én az Irodalmi Kávéházklub Klub összejövetelén. Juhász Ferenc a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth Díjas és József Attila Díjas magyar költőnk életútját ismertette röviden, elsőként a tagokkal, Török Ferenc klubvezető. 1949-50-ben jelentek meg a költő első kötetei, melynek témái az ország átalakuló helyzete, a családi élet örömei és forradalmi remények voltak. A Sánta Család és az Apám című elbeszélő költeményeinek jelentősége, hogy ezek a művek a társadalmi változások perspektivikus képét vázolták fel. Az apám a korán elhunyt szülőnek állított emléket, Juhász Ferenc ezért a művéért kapta első kosúdiát mindössze 22 évesen. Az 1951-ben megjelent a Jégvirág Kakasa című komikus eposzért kemény kritikákat kapott, az Új Versek című kötetét is támadások érték, de ő a maga útját akarta járni, verses meséket és újabb eposzokat is írt. Később egyre inkább filozófiai kérdések felé fordult, költő elődök példája foglalkoztatta, az emberi és történelmi lét legáltalánosabb kérdéseire kereste a választ. E témákban írt költeményeit tárgyalták a találkozó a tagok. A Babonák napja csütörtök, amikor a legnehezebb, és az Adi Endre utolsó fényképet című műveit, valamint a Rezi is elemzésre került az irodalombarátok által.